Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Guba Gábor, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először beszélünk a nézőkkel pár mondatot. Jó reggelt kívánok, Brajer Péter vagyok. Nézzük, hol tartunk a naptárba. A Luach, a zsidó naptár szerint 5778, Ijár havának 11. napja van. Az Omer számlálás 26. napjára ébredtünk ma. A Gergely naptár szerint viszont 2018, április 26-a és csütörtök van. Szeretettel köszöntünk minden Ervin Utó nevű nézőnket. Az euró középárfolyama 3.13.26, míg az angol font középárfolyama 3.58.77. Ki lemaradt volna időjárás jelentésünkről, ma is nagyon meleg lesz, 14 és 22 Celsius fok között lesz. Öltözenek rétegesen, és figyeljenek oda folyadék háztartásukra. Üdvözlöm Guba Gábor urat! Nagy produkcióra készülnek. Ön mit csinál ebbe a produkcióba? Hát mi állunk a produkció hátterében, mi szerveztük meg, mi hozzuk őket Magyarországra. A cégünk az most már közel 20 éve világsztárokkal és magyar művészekkel foglalkozik, kisebb és nagyobb koncertekkel. Mondja szépen ki angolosan a nevüket, Son Ice. Kings on Ice, igen. Kings tehát ez egy nemzetközi show. Ez körülbelül egy olyan 7-8 évvel ezelőtt állították színpadra, amikor Edwin Marton és Jevgenyi Plushenko, akik nagyon jó barátok is. Hát nagyon igen, arra gondoltuk, hogy őt fogja hozni nekünk ma reggel, erre megjött egyedül, de nem baj. Ilyen, amikor egy politikai reggeli magazin műsorban sztárokat hívnak. Igen, hát ez a reggeli kelés, főleg a művészek esetében nagyon nehézkes, de ettől függetlenül a legközelebbi műsorban természetesen a művész úrral fogok majd jönni. Tehát, mit fognak előadni idén? Van egy kialakult show, amit fölépítettek az elmúlt évek során, és erre ehhez mindig hozzáadódik egy újabb koreográfia, egy újabb kür, mert körülbelül olyan 30-40 világsztár szerepel ebbe a showba, és azt kell figyelni mindig, hogy ki az, aki aktuálisan ráér, nem indul épp egy nemzetközi versenyen, vagy egy Edwin Marton itt lesz. Edwin Marton itt lesz. Tehát eleve úgy van fölépítve az egész show műsor, hogy az összes kür mellé az ő számai fognak szólni. Áruljon el egy kulisszatitkot, ő tud korcsolyázni? Én úgy tudom, hogy alapszinten tud korcsolyázni. Ennek a tudásnak a bemutatása nem ezen show keretében fog majd megmutatkozni. Általában ilyenkor... Elég lehet hegedülni, odafigyelni a hegedülésre, és akkor még talpon is marad. Igen. Hát van egy speciális cipő, amit ilyenkor azok a művészek, akik nem a korcsolya tudásokat szeretnék megmutatni a közönségnek. Tehát fölveszik ezt a cipő talpra egy ilyen tapadó korongot, amivel nem lehet el amivel stabilan tud lenni, és hegedülni tud, át tudja élni a játékát. Tehát hol lesz ez idén ez az attrakció? Hát a Papp László Budapest Sportarénában vagyunk, és ezért nem hoztuk el még az elmúlt években ezt a show műsort, mert nagyon fontos a jégkészítés. És most zajlik jelen pillanatban a Papp László Budapest Sportarénában a jégkorong világbajnokság. Szombaton lesz majd a záró programja ennek a világbajnokságnak, és hát remélhetőleg egy magyar sikerrel, hogy följutunk majd az A-csoportos világbajnokságba. És másnap, tehát vasárnap 19 órakor lesz ez a nagy gála show műsor. Tehát akkor kihasználják, hogy ragyogó jegünk van. Így van. A hokisok nem tették tönkre. Próbáljuk majd természetesen ezt javítani. Lesz 24 óránk erre, hogy ezt megtegyük. Milyen korosztálynak ajánlják ezt tulajdonképpen? Ez egy családi program, tehát itt tényleg a legkisebb gyerekektől az idősebb generációig mindenki élvezheti ezt a műfajt. Emlékszem rá, amikor én még pici gyerek voltam, és akkor még csak egy tévécsatorna volt, és édesanyámmal néztük a műkorcsolya világbajnokságot, meg Európa bajnokságot. Amit Vitrai közvetített. Akit dupla nagyon... az utca létre. Leszúrt Rüdberger. Igen. Néha, de Rüdberger persze.
És, hát ez nem maradhatott ki. És hát gyerekként is én például már nagyon szerettem, nagyon megszerettem ezt a műfajt. És emlékszik még rá, hogy hívták a világbajnok orosz házaspárt? Eszembe van, de hogyha... Protapov volt. Így van. Házaspár, köszönöm, igen. Köszönöm a segítséget. Hát ők nagyon nagy sztárok voltak abban az időben. Kik lesznek most a sztárok? Hát Jevgenyi Plushenko annyira komolyan vette ezt a gála show műsort, hogy nagyon kevés alkalommal szokta a kisfiát is elhozni, aki 5 éves kora ellenére egy nagyon-nagyon népszerű fiatalember. A legnagyobb ügynökségek állnak sorba az aláírásáért, merő egy fiatal modell, és mellette pedig kiválóan korcsolyázik. Hozzáteszem, hogy nem lehet elég korán elkezdeni. Így van, nem lehet. Hát mondjuk egy ilyen apa, egy ilyen szülői háttér mellett azért ez könnyű feladat. Plushenkónak különben Moszkvában van egy fantasztikus akadémiája, ami úgymond fölépíti az új generációt. Tehát mellettük még itt lesz Sotnikova, aki szintén olimpia bajnok, Európa bajnok. Kawaguti, aki szintén Európa bajnok. Tehát nagyon-nagyon sok Európa... Milyen kellemetlen lesz nekik, hogy egy 5 éves gyerek majd lekorcsolyázza őket? Hát ez egy show elem természetesen, de hát a fiatal ember nagyon komolyan veszi. Én voltam kint egy előadáson, amin fölépett szintén a fia, és hát a legnagyobb komolysággal ment. Mennyire népszerű ez a rendezvény a magyar nézőknél? Én úgy érzem, hogy nagyon. Tehát itt már amikor tavaly elindítottuk a promóciót, meg egyáltalán a bejelentés után a jegyértékesítést, elég komoly érdeklődés volt már a tavalyi évben. Lehet egyáltalán még jegyet vásárolni? Még azért van, mert egy elég nagy konfigurációban vagyunk, tehát itt közel 8-9 ezer ember lesz majd, aki élvezheti ezt a fantasztikus show műsort. Parkolási problémák nincsenek itt ebbe a térségbe, gondolom? Nincsenek. Egyrészt a környéken is meg lehet, de hát ott van, ami az arénához tartozó mély garázs, tehát azt ki lehet használni. Sőt, még a szimacsarnok is ott van mellettünk, ami egy szabadtéri parkolási lehetőséget is biztosít. Tehát akkor ezzel tulajdonképpen ön egy előmajálist biztosít az embereknek? Hát én úgy érzem, hogy ez a 4 napos hétvége egyik csúcspontja lehet. Úgy legyen, bízunk benne, hogy minden nézőnk is így gondolja. Mi meg fogunk érkezni, és tudósítunk is az eseményről, mert ezt nem lehet kihagyni. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Guva Gábor, a King of the On the Ice produkciós menedzsere, tulajdonosa, kitalálója, vagy hívjuk aminek... Maradjunk egy producer szónál, és akkor... Producere, az a legjobb producernek lenni. Producere volt stúdiónk vendége, és ezt nem lehet kihagyni, 29-én délután... 19 órakor este. 19 óra délután, kora este. Kora este, mindenkit igen. Szeretettel várunk. Most előzetesek, és akkor tulajdonképpen elkezdjük reggeli politikai magazin műsorunkat. Komáromi Zoltán háziorvossal, az Árnyék Kormány egészségügyi tanácsosával, és ez azért kellett a jég, mert elkezd meleg lenni, és jó, hogyha jó zenével, jó tánccal kezdjük a napot. Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.